Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S plusz C Studio Kft. Szexárd. www.splusc.studio.hu. Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Koronavírus, kézfertőtlenítéssel és a tömegek kerülésével megelőzhető a betegség. Hétvégi balesetek, nyugodtan teltek az elmúlt napok. Városávatási évforduló, kitüntették a város hírnevét öregbítőket. Bármikor megjelenhet Magyarországon és Szekszárdon is a koronavírus. A Tolnai megyeszékhely több óvintézkedést tesz a járvány megelőzése érdekében. Strantz Róbert, a Magyar Orvosi Kamara Tolna megyei titkára azt mondja, a kézfertőtlenítés és a nagy tömegek kerülése most a legfontosabb. Érdemes megbízható helyről beszerezni az alkohol vagy egyéb vírusölő tartalmú fertőtlenítő géloldatot. Épp fertőtleníti az asszisztens üres perceiben az egyik szekszárdi házi orvosi rendelő kilincseit, ajtóit. Azt mondja, a megelőzés érdekében mindent megtesznek. Ő az ügyeleti központba is visz magával tisztítószert, és a kezeit is rendszeresen fertőtleníti különböző módokon. Strantz Róbert házi orvos, a Magyar Orvosi Kamara Tolna megyei titkára nem találkozott olyan pacienssel, aki olyan országba járt volna, ahol felütötte a fejét a koronavírus, és betegként ért volna onnan haza. Ennek ellenére úgy véli, szükséges bizonyos óvintézkedéseket megtenni, például kerülni a nagy tömegeket megmozgató rendezvényeket, tömegközlekedést, bizonyos helyzetekben szájmaszkot kell viselni, és minél gyakrabban fertőtleníteni a kezünket, mert a koronavírus bármikor megjelenhet hazánkban is. Hát annyit tudunk, hogy ez a mostani vírus, járvány, ami koronavírusnak mondunk, ez örökítő anyag tekintetében ellenes vírus, és ennek van egy lipid, azaz egy zsírburka. Ugye ennek a tönkretételéhez, megöléséhez olyan szerre van szükségünk, amely oldja ezt a zsírburkot, ezek pedig általában az alkohol vagy etanol tartalmú 70%-os oldat megfelelő hatanyaggal rendelkező anyagok. Mi azt javaslom, hogy egy operatív törzs álljon fel a városban. Közben a koronavírus miatt operatív törzs állt fel Szekszárdon. Erről múlt heti közgyűlésükön döntöttek a város önkormányzati képviselői. A munkában a város polgármestere és a közgyűlés bizottsági elnökei vesznek részt. Az operatív törzs felállítását kezdeményező Bomba Gábor első javaslata az volt, hogy helyezzenek ki ingyenesen használható kézfertőtlenítő gépeket az önkormányzat közintézményeiben. Az önkormányzat intézményeiben, a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán és portáján, a művelődési házban, a rendezvényes mozitermek közelében, a sportközpont öltözőinél és bejáratánál kézfertőtleníti automatát helyezzen ki a polgármesteri hivatal. Az operatív törzs felállításakor arról is döntöttek a képviselők, hogy rendszeresen üléseznek majd, hogy átbeszéljék, milyen intézkedésekre lehet szükség, hogy Szekszárdon ne legyen koronavírusos beteg. Emellett arról is döntöttek, hogy megpróbálják a helyieket minél hatékonyabban tájékoztatni arról, miként lehet megelőzni a fertőzést. Azt viszont, hogy ezt hogyan teszik, egyelőre nem döntötték el. Különös helyzetet okoz a koronavírus a gazdaságban. Az üzemanyag árak csökkenni kezdtek a járvány hatására, a kiskereskedelmi forgalom pedig ugrásszerűen megnőtt. A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt mondja, a hazai gazdaságra valószínűleg nem lesz negatív hatása a lassan az egész világot sújtó járványnak. A benzin és a gázolaj ára is 9-9 forinttal csökken szerdától a hazai kutakon. A változást a koronavírus okozza. A nyersolajkereskedők ugyanis arra számítanak, hogy csökken az olaj iránti kereslet, de nem csak az autósoknak kedvez a már Európát is elérő járvány. A hazai élelmiszerboltok forgalma is jelentősen megugrott. Ezek a felvételek néhány napja Budapesten készültek. A Facebookra töltötték fel őket, és látszik rajtuk, hogy már szinte minden tartós élelmiszert felvásároltak ebben a budapesti üzletben.
Tolna megyét egyelőre nem érte el a felhalmozási láz, ettől függetlenül egyértelműen látszik, hogy az országban egyre nagyobb forgalmat bonyolítanak az élelmiszerüzletek. Ezt mondja a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Azt látjuk, hogy nagy a készletfelvásárlás, elsősorban a tartós élelmiszer cikkek területén. El lehet mondani, hogy még Tolna megyében nem is akkora az ilyen irányú felvásárlás, de például Budapesten a hírek szerint nagyon nagy lett a felvásárlás. Kínában már komoly termelési gondokat okoz a járvány, Magyarország pedig egyre több terméket importál a távol-keleti országból, főként elektronikával kapcsolatos kész és félkész árukat. Az ott akadozó gyártás viszont valószínűleg nem lesz komoly visszatartó erővel a hazai termelésre a szakértő szerint. Én úgy gondolom, nem fog eszkalálódni ez a helyzet. Gyakorlatilag a termelésnél inkább az lehet a gond, hogyha különböző alkatrészek beszállításával lehet esetleg probléma. Gondolom itt elsősorban a kínai termékeknek a hiánya, mert láthatóan ott egy kicsit akadozik a gazdaság. Fischer Sándor azt mondja, ha lesz is negatív hatása a magyar gazdaságra a járványnak, akkor az legfeljebb a GDP 1-2%-át éri majd el. Viszonylag nyugodtan telt a hétvége Tolna megyében, legalábbis ami a közlekedési baleseteket illeti. Összesen 5 alkalommal kellett a rendőröknek intézkedniük. Nem adott elsőbséget az egyik autós a másiknak Bonyhádon a kereszteződésben március 1-én a délutáni órákban, és a két jármű összeütközött. A balesetet egy 71 éves nő okozta, de ő, valamint a másik autósofőrje sem sérült meg a balesetben. Ellenben a vétlen autó utasa igen. Őt könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. Ez volt az egyik olyan baleset a hétvégén, ahol a mentőket is hívni kellett. A másik az 56-os úton történt, Szekszártól nem messze, Várdom térségében. Súlyosabb kimenetelű baleset március 1-én az esti órákban történt, amikor egy Drávakeresztúri férfi közlekedett az 56-os számú főúton Várdom térségében, Szekszárd irányába az általa vezetett Suzuki-val. A férfi a balesetet követően azt mondta el a rendőröknek, hogy megcsúszott a nedves úttesten, az útról lesodródott és a vízelvezető árokba hajtott. Az autóban az utas hölgy, egy 51 éves sejjei nő sérült meg, az elsődleges adatok szerint súlyosan. A hétvégén összesen 5 balesethez riasztották a rendőröket Tolna megyében. A hatóság az enyhébb télnek és a sűrűbb rendőrségi ellenőrzéseknek tudja be, hogy az év első 2 hónapjában kevesebb baleset történt Tolna megyében, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Tolna megyei rendőröket tüntettek ki a Polgári Védelem Világnapja alkalmából. Rafai Márka, Bonyhádi rendőrkapitányság munkatársa szabad napján mentett ki egy égőházból embereket még tavaly decemberben. Rajta kívül még Sebesi Sütő Gábor és Kis István vehettek át elismerést Balázs Gábortól, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetőjétől. Ők Szekszárdon fékeztek meg egy tüzet még tavaly decemberben. Több mint 10%-kal több pénzt fordít idén Tolna a helyi sportegyesületek támogatására, mint 2019-ben. Erről legutóbbi ülésükön döntöttek a város önkormányzati képviselői. Ez azt jelenti, hogy 2020-ban 15 millió forint jött így a város sportolóinak, 1,6 millió forinttal több, mint tavaly. Az egyesületek a pénz nagyobbik részét versenysportra, kisebbik hányadát pedig ingatlanbérlésre költhetik. 6 kiemelt sportegyesület van a városban, az asztali tenisz egyesület, a tanrenkarate egyesület, a focisták, a futszálosok, a kajakosok, a kézilabdások, és talán nem felejtettem ki senkit. Ők azok, akik a sportkoncepció szerint egy nagyobb összegű támogatást kapnak, amit főleg utánpótlás nevelésre kell fordítaniuk. Aztán van 2 sportegyesület, akik olyan sportlétesítményt üzemeltetnek, amik ugyanaz önkormányzat tulajdonában vannak, de szinte kizárólagosan ők használják. Ez a Tolna VFC a vásártéri sportlétesítményt használja, a kajakklub pedig a kajakházat értelemszerűen a Dunaparton. Várossá avatásának 31. évfordulóját ünnepelte Dunaföldvár szombaton. A jeles alkalomból kitüntetésekkel ismerték el a település hírnevét öregbítő személyek munkáját. Az
zenés énekes műsorral, gálaestel és kitüntetések átadásával ünnepelte városavatásának 31. évfordulóját Dunaföldvár. Többek között Bognár Zoltánt is ajánlotta Földvár lakossága díjazásra. Szakmai munkája elismeréseként Dunaföldvár város díszpolgára címet kapott. Dunaföldvárnak olyan történelmi olyan részét írtam meg, amit még soha senki, 20. század közepén, nem kicsit izgalmas ügy, és ez aztán az iskolám névadójával, Magyar Lászlóval kapcsolatban, az iskola évkönyvével kapcsolatban, de minden esetben hozzáteszem, hogy kiváló társszerzőkkel. 1956-os Dunaföldvári laktanyi események szintén társszerzőkkel, úgyhogy gondolom ezt díjazták. 1989. március 1-én avatták városá Dunaföldvárt. A város kifejezést meg tudjuk-e tölteni tartalommal? Tette fel kérdését köszöntő beszédében Horváth Zsolt polgármester. Dunapart, halászcsárda, cukrászda, marcipán, városközpont. Sorolt fel néhányat Dunaföldvár értékeiből. Megkaptuk a város kulcsát, ez felelősség nekünk az elkövetkezendőben. A múltunkat és a jelenünket, illetve majd a jövőnket is össze fogja ezt kötni. Mindig azt szoktam mondani, egy város az mitől város, ha inspiráló közösségek fogják továbbvinni, és ma ez a legfontosabb, a jövőben vetett hit, hogy ezek a közösségek itt legyenek, alkossanak, és a jövőt építsék Dunaföldváron. Dunaföldvár lakosságának ajánlásával az ünnepségen kitüntetésben részesültek még Fáboné Bíró Ágnes, Németh Lajosné, az Őszi Alkony nyugdíjas klub vezetője, Tóth Norbert és Weiss Gáber János. A családválsága nem jelent mást, mint hogy kialakulóban van a társadalom alappillére, és egyelőre nem tudjuk a válaszokat a kor által feltett kérdésekre, mondta Szekszárdi előadásában Bagdi Emőke pszichológus. A szakember a házassági intézményéről szólva azt mondta, az nem veszítette el jelentőségét a párkapcsolatokban. Ez, hogy rítus, hogy igenis vállalom, felelősséget vállalok, elköteleződöm, ennek olyan a jelentősége, hogy magában a lélekben hozza létre a szerepváltást, hogy már másnap ő, aki férje, nem ugyanaz a kóborlegény, aki még akármerre kószálhat, és aki feleség, az már nem ugyanaz az asszony, aki jobbra-balra tekingethet, hanem aki éppen oda kötődik. Nyugdíjas előnőnapot tartottak szombaton délután Faddon. A településen már hagyománya van annak, hogy a helyi nyugdíjas klub tagjai humoros színpadi produkcióval készülnek erre az alkalomra. Idén nem csak a faddi szépkorúakat hívták meg, hanem Tengelitszőlőhegyről is voltak vendégeik. A faddi nyugdíjas klub tagjai a település legaktívabb közösségét alkotják, rendszeresen mutatnak be a mostanihoz hasonló színdarabokat. A nemzeti ünnepeinken, vallási ünnepeinken is megmozdulnak, az idén már nagyon szép adventi ünnepet tartottunk. Jászó készült, Betlehem készült, koszorút készítettünk. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon előremutató és nagyon fontos szerepet töltenek be a településünkön. Gézahódolatot tartottak az egykori magyar király nevét viselő bátaszéki gimnáziumban. A közel 3 évtizedes diákhagyomány során az osztályok képviselői külön-külön köszöntik az intézmény frissen megválasztott királyát és királynőjét, majd az uralkodó pár is bemutatkozik humoros formában. A bátaszéki Géza kultusz jelentőségét és horderejét mutatja, hogy az uralkodó pár a város rendezvényeinek is állandó vendége. Nyilván ez én azt gondolom egyfajta megtiszteltetés a többiek részéről. Vannak olyan feladataik is, amelyek esetlegesen mondjuk a városi rendezvényekhez kapcsolódóan, amikor megnyitják például a gasztronómiai estet, tehát inkább reprezentatívak ezek a feladatok. Tolna és Baranya megyei zeneiskolák diákjai vettek részt a 23. Bonyhádi regionális szolfés versenyen. A találkozó kiemelkedő abból a szempontból, hogy hasonló megmérettetést egyáltalán nem rendeznek a dél-dunántúli régióban. Szűcs Ányvin a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Iskola növendékének készül. Azt mondja a szolfésről, sokan felesleges rossznak tartják, ám meg lehet benne találni az élvezetet. Hát ez is tanárfüggő nyilván. Hogyha jó a társaság, akivel együtt tanulhat szolfést, meg
hogyha jó a tanár, akkor persze, akkor ebből lehet élvezetet csinálni. Bonyhádon több mint két évtizede rendeznek rendszeresen szólfés versenyt a megyei, de immár a régió zeneiskoláinak is, hiszen idén Pécsről és Mohácsról is érkeznek tanulók összesen 25-en. Bérces Emese, az iskola igazgató helyettese azt mondja, ez a viadal arra is jó, hogy a legjobbak felkészüljenek az országos megmérettetésre. A zene összefüggésben van nagyon sok területtel, tehát aki zenében jó, az másban is jó, és hát ugye több kutatás is igazolja, hogy a zene az nagyon sok mindenben segít, a matematikától kezdve a nyelveken keresztül a testnevelésben is, igazából mindenben. Tehát aki zenét tanul, az másban is jobb lesz. Lehet szolfés nélkül jó zenész valaki, mondják a szakemberek, de a zenetanulás teljességéhez ez is hozzájárul, mert emeli a muzikalitási képességet. Regionális híreink következnek. Továbbra is támogatják a vidéken élőket, új elemmel bővül a Magyar Falu program. Falu és vidék fejlesztési kérdések, éves konferenciát tartottak Alsó-Mocsoládon. Egy helyen a legjobbak, balatoni éttermek is bekerültek a top 100-ba. Már lehet pályázni az idei Magyar Falu program támogatásaira. Idén újdonság, hogy a kis települések civil szervezeteinek támogatására külön alapot hoznak létre. A kormányzat eltökélt abban, hogy a kis települések népesség csökkenését megszüntesse, mondja a program felelőse. Ez viszont szükséges a falvakban élők életminőségének javítása, ezt szolgálja a civil szervezetek támogatása. Emellett megmarad a sikeres falusi csok, valamint folytatják az alsóbrendű utak felújítását. Az elképzelésekről bolyban hallhattak a megye 3-as számú választókerületének polgármesterei. Gyülekeznek a Baranya megye 3-as számú választókerületében található falvak, kistelepülések polgármesterei bolyban péntek reggel. Itt tartottak nekik tájékoztatót az idei Magyar Falu programról. Ennek új eleme a civil szervezetek támogatása, ami több területet érint. Rendezvények lebonyolítására vagy különböző eszközbeszerzések végrehajtására, vagy akár egyébként ingatlan fejlesztésre is. A pályázati kiírások a több körben jelennek meg. Az első kört már meghirdettük ezennek a hétnek a hétfőjén, az alapegészségügyi ellátással kapcsolatos pályázati kiírásokat meghirdettük, és nagyjából 2-3 hetente újabb körben hirdetjük meg az újabb és újabb pályázatokat. Kifejezetten a civileknek szóló pályázatunk várhatóan március közepén kerül meghirdetésre. A választókerület parlamenti képviselője szerint a baranyai falvakban élőknek is hasznos lesz a program újdonsága. Igen, az idei év újdonsága, hogy viszonylag nagy pénz áll majd civil közösségek rendelkezésére. Ez az idei újdonság, ebben is erős az én térségem, hát itt mindenféle civil szervezetek vannak és léteznek, és ezek érdemiek, ezért biztos vagyok benne, hogy a forrásszerzési lehetőségük is örömteli. Azt gondolom, hogy a térségem 2020-ban ugyanolyan sikeresen fog pályázni, mint ezt tette egy évvel ezelőtt. A Magyar Falu programra legalább 150 milliárd forint jut idén a költségvetésből. Elindítják a falusi civil alapot a kevesebb, mint 5000 lakosú településeken működő, ott székhelyel, telephelyen rendelkező civil szervezeteknek. Ez a keret 5 milliárd forint lesz, és pályázati úton kaphatják meg a civil szervezetek. Emellett tovább folytatódik a falusi családi otthonteremtési kedvezmény programja, valamint a kormány döntése szerint további 7,5 milliárd forintot szánnak útkarbantartási célokra, ami további 400 kilométernyi útszakaszon teszi lehetővé a javításokat a magyar falvakban. Mi a szerepe manapság egy falugondnoknak vagy vidékfejlesztőnek, hogyan akadályozható meg a kisebb falvak elnéptelenedése? Többek között ilyen kérdésekre keresték a választ az idei falu és vidékfejlesztési konferencián Alsó-Mocsoládon. A programra az ország számos pontjáról érkeztek szakemberek. A találkozó célja, hogy a résztvevők megosszák egymással tapasztalataikat. 3 évtized a falu szolgálatában. Ezzel a címmel tartották meg az idei falu és vidékfejlesztési konferenciát Alsó-Mocsoládon. A baranyai településre az egész országból érkeztek szakemberek. A találkozó célja, hogy a résztvevők megosszák egymással tapasztalataikat és elért eredményeiket. Ma vidékfejlesztésről tartanak előadást és a falu gondnokságról. Természetesen ez az a két fő téma, hiszen a konferencia résztvevőjének jelentős része falugondok, illetve vidékfejlesztéssel foglalkozó szakember és polgármester, tehát hogy ez az a fő témakör, ami őket leginkább érdekli.
Így szó esett többek között a falufejlesztés gyakorlati megvalósításairól, a falugondnoki szolgálat működéséről és feladatairól. Az eseményen megemlékeztek Kemény Bertalanról is, akiről falufejlesztési díjat is elneveztek. Ezt minden évben odaítélik két-két vidékfejlesztőnek, illetve falugondnoknak. Az idei rendezvény azért is különleges, mert a falufejlesztési társaság most ünnepli 30 éves jubileumát. A 30 év az egy visszatekintés azokra, akik letették az alapokat, és akár már nincsenek is köztünk, vagy akár köztünk vannak, és velük együtt emlékezünk. Illetve egy előretekintés, hogy mi a felelősségünk a következő 30 évre. Ma más egy falu, mint 10 vagy 20 évvel ezelőtt, mások a problémák, más az élethelyzet, emelte ki Fáj Dániel. A szakember szerint manapság már a 800 000 fős települések is hasonló gondokkal küzdenek, mint az apróbb falvak. Az elkövetkező időszakban többek között arra kell megoldást találni, hogy megakadályozzák az elnéptelenedést, hangzott el a konferencián. Több balatoni étterem is bekerült a Dining Guide Top 100-as kiadványába. Az étterem kalauz összeállításában neves séfek működtek közre, mint egy 200 vendéglátóhely közül kiválasztva a legjobbakat. A Balatonnál évről évre egyre több étterem kerül be a rangos kiadványba. Egyre többen hisznek a balatoni minőségi vendéglátásban. Ez lehet az oka a sikernek, fogalmazott Laposa Bence, a Balatoni kör elnöke, annak kapcsán, hogy egyre több balatoni vendéglátóhely kerül be a legjobb 100 éttermet tömörítő éttermi kalauzba. Rettentően örülünk, hogy Budapest után egyértelműen a második számú gasztrorégió az már a Balatonnál található. Nyilván ebben rengeteg embernek rengeteg munkája, odaadása és kitartása van, hogy ez létrejöhetett. Mi a Balatoni körrel is ezért dolgozunk, és az egyik a minőségi gasztronómia, a minőségi vendéglátás, minőségi szolgáltatásoknak az elterjesztése, a másik az pedig az egész éves Balaton koncepcióba vetett hit és bizalom, és ezeknek az éttermeknek ráadásul nagy része az egész évben nyitva tart. Ilyen ez a bisztró is, amely 5 éve várja minden évszakban vendégeit. Az idei megmérettetésen a vidéki top 10-ben a 6. helyen végeztek. Szerintük a titok a jó és minőségi alapanyagokban rejlik, amelynek többségét megpróbálják a környékről beszerezni. Bár több balatoni étterem is bekerült a top 100-ba, mégsem tekintik egymást konkurenciának. Én azt gondolom, hogy mindenkinek az a jó, hogyha egyre több jó hely van a Balatonon, hiszen akkor egyre többen fognak lejönni, és egy hétvége alatt is általában 2-3 helyre ellátogatnak a vendégek, úgyhogy össze kell fognunk inkább, mint hogy konkurenciának tekintsük egymást. Az idei top 100-as listába több mint 10 balatoni vendéglátóhely került be. A kiadvánnyal azt szeretnék elérni, hogy a hazai vagy akár a külföldi vendégek megismerjék a legjobb éttermeket. Kína szerepe és jelentősége a 21. században, ezzel a címmel tartott előadást az egykori pekingi nagykövet Pécsen. Kusai Sándor a világgazdaság, a nemzetközi kapcsolatok változásáról beszélt a közönségnek a keleti ország szempontjából. Az utóbbi 5-6 évben ugyanis Kína hatalmas fejlődésen ment keresztül, hangsúlyozta a szakember. Nagykövetként 18 évet töltött Pekingben, így szemtanúja volt az ország felemelkedésének. Kusai Sándor azt mondja, a kínaiakra óriási hatást gyakorolta a nemzetközi kapcsolatok kialakulása, nyitottabbá váltak. Manapság szinte minden ország ismeri és ápol kapcsolatot Kínával. Itt Pécsett általános iskolás gyerekek tanulnak kínaiul, mert a szüleik fölfogták, hogy egy kínaiul tudni jó. Tehát ez ilyen mélyre behatolt mindenhol a társadalomban. Természetesen pozitív és negatív áthallásokkal, hiszen aki úgy érzi, hogy azért vesztette el a munkáját Amerikában, mert Kínában olcsóbban dolgoznak az emberek, az ennek nem biztos, hogy örül. Aki meg úgy érzi, hogy neki ez új üzleti lehetőséget vagy karrier lehetőséget nyitotta, az megörül. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Koronavírus, kézfertőtlenítéssel és a tömegek kerülésével megelőzhető a betegség. Hétvégi balesetek, nyugodtan teltek az elmúlt napok. Városávatási évforduló, kitüntették a város hírnevét öregbítőket. Kedden távozó melegfront és érkező hidegfront alakítja az időjárást, egész nap borongós idő lesz, jellemző időszakos esőkkel, záporokkal, helyenként az ég is megdörrelhet, a déli órákat követően várható több csapadék.
Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, honlapont a friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!